kedden este tartották a régi zeneműhely nyitó koncertjét. A kurzusok tanárai és a Kapella Szavária tagjai nyújtottak ízelítőt a régi korok muzsikájából. A jelenlévőket Puskás Tivadar polgármester köszöntötte. 10 éves jubileumát ünnepli a régi zeneműhely, az iránta való érdeklődés töretlen. Idén a 44 résztvevőből 11 külföldi, német, osztrák, olasz és dán növendékek is érkeztek. Különböző korosztályból, különböző képzettségű hallgatók jönnek ide, és különböző szempontok miatt jönnek ide. Van, aki abszolút kifejezetten a régi zene, de van, aki egyáltalán az érdekel, hogy a hangszer játékához valami olyan instrukciókat kapjon, amivel jobban tudja magát majd a későbbiekben kifejezni. Csembaló, hegedű, furuja, viola da gamba és barokk oboa órákat vehetnek a hallgatók. Minden zenésznek és minden tanulónak óriási lökést ad a nyári kurzus. Ezzel én is így voltam diákkoromban, és főleg azért, mert itt nagyon sok lelkes tanárral és lelkes diákkal találkoznak, és itt ugye teljesen körbeöleli őket a zene, és borzasztó sok mindent el lehet egymástól lesni. Tehát kéne az a szusszanat, jó? A legfiatalabb résztvevő 12 éves, a legidősebb 72. Vannak új arcok és visszatérők is. Nagyon sokat lehet tanulni a saját óráimon is Kaló Zsolt tanár úrtól, de hogyha mások hegedű óráira vagy más hangszeresek óráira a többi tanárhoz beülök, mint passzív hallgató, ott is nagyon-nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Technikából is, meg zenélésből is. A szervezők a hangszeres órákon kívül számos más programról gondoskodtak. A délelőtt és a délután a tanításoké, minden nap egyén, illetve hangszeres kamarazeneórákon vesznek részt a növendékek, esténként pedig mindig valamilyen programunk van. Egy kivétellel minden este koncert várja a hallgatókat, illetve kétszer táncház van. Fotókiállítás nyílt Garas Kálmán munkáiból, aki végigfényképezte a régi zeneműhely elmúlt 10 évét. A zárókoncertet és a búcsúestet jövő szerdán tartják.